Nem sikerült egyességre jutni a tárgyalások mai második fordulójában sem a leendő európai főügyész személyéről. Erről az Európai Parlament és az Európai Unió tanácsa megbízott küldöttségei tárgyalnak, miután a parlament Laura Kodrucák Kövesi volt korrupcióellenes főügyészt, az Európai Unió tanácsa pedig a francia Jean-François Bockner támogatja. Kövesi jelölését egyértelműen politikai megfontolásból támogatja az Európai Parlament néppárti többsége, mert ezzel akarnak fricskát adni a romániai szociáldemokrata pártnak, amelynek egy alkotmánybírósági döntéssel sikerült Kövesit eltávolítatni a DNA éléről. A PSD szerint Kövesi visszaélt hatalmával, míg Brüsszelből úgy látják, hogy a román kormány politikai döntéssel beavatkozik az igazságszolgáltatásba. A következő tárgyalási fordulót április 4-én tartják.